Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ahogy a klasszikus láger szövege mondja, álljon le a gép, nyaralni megy a nép, álljon le a gyár, végre itt a nyár. Most arra vagyunk kíváncsiak, az emberek hova mennek nyaralni, miből, mennyi ideig, ha egyáltalán mennek. Egy kedves ismerősöm invitált meg egy táborba, ahol táborvezetőként fogok részt venni, tehát nekem most így indul a nyár, így július 1-el, így a főszezonnal. Így van munka, de gyerektáboroztatás is így a munka és a kikapcsolódás az együtt fog járni. Egyébként terveim között szerepel még egy 6-7 napos kis önálló elvonulás, ami egy ilyen 170 kilométeres kis csatangolás egy 60-80 fős csoporttal. Tavaly is voltam, idén is megpróbálkozom vele. Hát hosszabb utazásra nem nagyon vettem még a fejemet, egyedül még a Balatonra van ilyen kisebb kiruccanás, de még a hosszú távú tervek szerintem ez teljesen átcsúsznak szeptemberre, vagy októberre, vagy hát ilyen inkább ilyen őszi terveim vannak, mint ilyen magyar benti utazás. Sehova, én ilyen hosszú hétvégéket szoktam eszközölni, nekem van lentvidéken egy kis hasziendám, és én oda szoktam lejárni. Anyagilag én ezt tudom megengedni. Ez dobta ez a nagyszerű diktatúra. Én világéletemben nagyon sokat utaztam sok felé, tehát ez már nem hajt annyira, és a klímaváltozásra tekintettel kicsit átalakultak az utazási szokásaink. A nyarat jellemzően a saját kertünkben fogom tölteni, ami nekem most már becsipődés, mert elég komolyan kertészkedem. És ősztől lesz majd az utazás, és ami nekem most központban van, szeretnék elmenni egy pár hétre Olaszországba nyelvet tanulni. Én már várom így a úgymond a szünetet, bár hál' Isten azok közé tartozom, akik maguknak intézik így a munkát, tehát nem egy főnök, mert nem kell szabadságot kivennem, hanem amikor tervezem. Ez pont most lesz egyébként, július 15-én megyek a feleségemmel Nizzába. Neki ez egy nagyon fontos helyszín, és most én is megnézem vele együtt, úgy 10 napot leszünk. Most valami külföld? Hát külföld, hát nem is tudom. Inkább Prágát terveztük, de azt majd meglátjuk, hogy alakul az egész. Ha mennék, akkor északra mennék, nyilván, de most a kert az annyira, mert a kertet se lehet ott hagyni, mert minden tönkre megy, ha nem kap egy hétig megfelelő locsolást az összes növénykém. Úgyhogy átrendeződtek az elképzelések. Az egyik testvéremmel július 9 és 14-e között egy kis olaszországi várost fogunk bevenni. Ez már mindjárt itt van. Régóta terveztük, így van. Bari a célpont, sosem láttuk, de talán a turista forgalomt egy kicsit jobban elzárt, közvetlen repülőgépjárat, családias hangulat, meglátjuk. Udok a húmat, azt megszoktam látékatni, Svédországban él. Migráns. Hát, hogyha Prágát is nézzük, vagy nagy isten Oszlót, vagy valami ilyesmi, akkor ott nagyjából két főre úgy szerveztük össze, hogy talán 200 alatt megússzuk, de úgy, hogy csak is ilyen Ibis hotelt így megoldunk, mert volt vele tapasztalatunk, nagyon pozitív tapasztalatunk volt vele, és azzal jól is jártunk, akkor voltunk Varsóba is, és tényleg ilyen 200 alatt nagyjából úgy néztük, hogy a büdzsé is simán kihozható belőle. Nem számoltam utána, nagyságrendileg azt tudom neked mondani, hogyha eurót nézünk, akkor ugye alulról vert 800 euró, és ebben egészen sok kedvezmény benne volt. Tehát nagyon korán foglaltuk a szállást, a repülőjegyet szintén, és olyan típusúak vagyunk, akik igyekszünk a napi költségvetést a lehető legkisebből kihozni. Már jó előre eltervezte, úgyhogy előre foglalta a repjegyet, ilyesmi, úgyhogy valószínű költséghatékonyak leszünk. Forint-euró árfolyam is befolyásolná, gondolom ezt a... Az nem, mert nekem már nincsen forintom, nekem csak euróm van. Na, ezt ott csinálta? Hát átváltottam mindent. Tehát nem voltam hajlandó azt végignézni, amit egyszer 370, egyszer 430, tehát köszönöm szépen, én ezt kihagynám, ezt a lehetőséget. Köszönjük szépen a figyelmet, hogyha szeretnének még hasonló tartalmakat látni, akkor feltétlenül iratkozzanak fel a csatornáinkra. Addig is szép nyarat, jó utat mindenkinek, viszontlátásra! Ön az utcaemberét látta a Klasszis csatornán.